5 fővel alakult meg Atalában a helyi értéktárbizottság. A csapat indulásakor már 15 olyan helyi értéket terjesztett fel, amelyek csak Atalára jellemzőek és méltóak arra, hogy megóvják és megőrizzék azt a jövő nemzedék számára. Tehát a helyi értéktárban az Atala község címere, a milleniumi kerámia szobor, a tükröspont, az atalai női és férfi viselet, a Szent Vendel templom, a Szent Háromság szobor, ami az első világháborús szoborral együtt van, a második világháborús szobor, a Szent Imre szobor, az atalai tájház, a Kisvasút, a Nepomuki Szent János szobor, a Szent Kristóf szobor, illetve a maga a templom harangjai kerültek felterjesztésre. Ezt mindet elfogadtuk, nyilvánvaló az első alakuló ülésen egy nagyon jó indulás volt ez. Ebből 5-öt terjesztettünk fel a megyei értéktárba, a tükröspöntyöt, a női viseletet, a tájházat, a világháborús emlékművet, aztán a Nepomuki Szent János, illetve Szent Vendel római katolikus plébániát. De úgy gondolom, hogy ugye egyediségével, jellegével próbálnak a megyei értéktárba is olyan különleges dolgokat bevinni, ami a megyei szinten is nagy jelentőség, hiszen templom mindenhol van, nem biztos, hogy barokk stílusú, ez az egyetlen egy van itt a megyénkben, de amiket beválasztottak a megyei értéktárba, az valóban megállja a helyét a megyei értékek között. A helyi értéktárbizottság megalkalkulásának az volt a fő apropója, hogy a helyben feltárható, felelhető olyan értékeket egybegyűjtsük, feltárjuk, illetve dokumentáljuk, amely későbbiekben nemzeti értékek közé sorolható lesz. Ezt a 2012-es 30-as törvény adja a törvényességi háttereit, ez az összetartozás, az egység és a nemzettudat erősítése érdekében jött létre. Itt is fontosnak tartjuk, hogy a gyűjteményt dokumentálni kell, ezt szigorúan fellelhetővé kell tenni. Itt a törvény kitér arra is, hogy a honlapon ezt láthatóvá kell tenni, tehát mindenki részére hozzáférhetővé válik. Nemzeti érték lehet minden olyan magyar nemzetiséghez, illetve a magyarság köthető érték, amely az elődeink már megalapítottak. Ez lehet szellemi, anyagi, tárgyi, illetve olyan érték vagy termék, amely a magyar kultúrát képviseli. A hungarikumok, azok már egy kiemelt nemzeti értéket képviselnek. Nagyon reméljük, hogy talán lesz a talába is, a tükröspontban bízunk, hogy esetleg hungarikum már kiemelt nemzeti értékké alakulhat. Itt a településen rengeteg olyan érték van, amelyet nagyon szeretnénk, hogyha mindenki láthatóvá, illetve dokumentumok által ismerté tehetnénk. Az értéktár bizottsága, ahogy már beszéltük is, júliusban megalakult 5 fővel. Ez az 5 fő hasznos munkát fog szerintem végezni a település érdekébe. Úgyhogy nagyon bízunk abba, hogy rengeteg értéket tudunk még produkálni így a csapattal. Atala 15 érték közül 5-öt a Tolna megyei értéktárba is felterjesztett, ezek közül az 1793-ban felállított Nepomuki Szent János szobrot és az atalai tükröspontot el is fogadták. 2004-ben ez a tükröspont már az országgyűlés által megkapta a nemzeti értékdíjat. Aztán mi ezt szerettük volna egy kicsit tovább terjeszteni, és mivel az értéktár bizottság ugye a megyei értéktárba is felterjesztette, ott pozitív elbírálást kapott. Többek között ezt annak is köszönhetjük, hogy ugye nagyon nagy a fogyasztói értéke a halnak, ugye az egészséges táplálkozás, az omega-3 zsírsavak, meg az egyéb fontossága miatt, tehát az egészséges életmód miatt nagyon fontos a halas ételeknek a fogyasztása. Königné Nagy Magdolna elnök szerint ez a feladat olyan, mintha megajándékoznánk egymást és az utánunk következő nemzedéket. Nem az a fontos, a kultúrát nem ápolni kell, mert nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab, hanem mindannyiunknak meg kell ezt a kultúrát magunknak teremteni, és ezáltal a jövő számára szerintem elengedhetetlen hozadéka van, úgyhogy szerintem elnél nagyobb ajándékot nem adhatunk a jövő generáció számára.